A falusi civil alap támogatásait a tavalyi évben először hirdette meg a kormány, országosan pedig megközelítőleg 1600 civil szervezet nyert el támogatást. Különféle célokra lehetett pályázni 2, illetve 6 millió forintos határig. A program népszerűségét jól mutatja, hogy négyszeres volt a túljelentkezés, így jelentősebb változtatás nélkül ismétlik meg idén a felhívást. Lehet ingatlan vételre, avagy felújításra, lehet rendezvényekre, lehet egyéb tárgyi eszközökre, tehát mit tudom én, laptop, kerékpár, stb. Pályázni, és ezen kívül gépkocsira is lehet pályázni. Ugye az konkrétan 5 millió forint értékben, az ingatlan az 6 millió, többi 2-2. Hát ezekre a kategóriákra lehet pályázni, és hát mondom, nagyon nagy volt a túljelentkezés, úgyhogy mi is most is azzal számolunk, hogy jelentős érdeklődés lesz majd. A pályázatokat április 7-e és május 7-e között lehet benyújtani a lebonyolító szervezethez, a Bethlen Gábor alapkezelőhöz. Idén azonban már nem csak az 5000 fő alatti településen működő egyesületek nyerhetnek el támogatást. Ez egy nagyon jó dolog, hogy a falu civil szervezeteit tudjuk támogatni, ez egy 5 milliárdos keret összeggel, de úgy fair, hogyha a városok is, akik 5000 fő fölötti városokról beszélünk, szintén lehetőséghez jutnak. Itt is van egy 5 milliárdos keret, tehát 2x5 milliárd forint van, és természetesen reméljük, hogy ez nem csak egyszer lesz, mint ahogy most ez ebbe a költségvetésbe így bekerült, hanem talán 22-ben is, és azt követően is folyamatosan tudjuk a városi civil életet, a városi civil szervezeteket is támogatni. A helyettes államtitkár hozzátette, az állam a koronavírus járványra tekintettel engedményeket biztosított a hazai civil szervezetek számára is. Mivel az elmúlt egy évben a pályázatokhoz kötött közösségi rendezvények jelentős részét eltörölték, így ezek határidejét kitolták. A civil szféra képviselői abban bíznak, leghamarabb nyártól egyre több olyan esemény szervezhető, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket, ezáltal pedig a kulturális élet is újra előtérbe kerül.